Tisztelt Hölgyek, Urak! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kis fórumon, rendezvényen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bács-Kiskun megyei civil közösségi szolgáltatók központnak a vezetőjét, Molnár Elvírát. Ő fog nekünk tartani előadást. Szeretném megköszönni neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és külön köszönöm Sendon Anitának is a rendezvényel kapcsolatos szervezését. Köszönöm szépen. És Kecelen 35 egyesület, 35 darab civil szervezet van. Ebből 29 egyesület, 4 darab alapítvány, közalapítvány és 2 darab köztestület. Úgy érezzük, hogy egyre nagyon kevesen pályáznak, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezek az egyesületek vezetői összeszednék a dolgokat, az ötleteiket, és ezért is hívtuk Elvírát, hogy elmondja, hogy milyen lehetőségek lesznek a közeljövőben, és a pályázati lehetőségeken keresztül szerintem tudnának jobban felkészülni, tudnánk jobban összefogni a civil szervezetekkel, és ez akár a város rendezvényén is segítene, kicsit színesebbé tenni a város légkörét, életét. Igazából ez a lényeg, remélem, hogy hasznos lesz ez, és hasznos és gyümölcsöző lesz ez a kis előadás. Keressétek, és keressék bizalommal Elvírát majd, amikor ezek a pályázatok megjelennek, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor hallgassátok, fogadjátok szeretettel az előadást. Köszönöm szépen én is. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai keceli rendezvényen. Ugye főként a pályázatok kapcsán kértek fel, mint előadót, azonban az a tapasztalat az elmúlt néhány év során, hogy a civil szervezeteknek több működéssel kapcsolatos kérdése, problémája is felvetődik, hogy hogyan kell a mindennapokban működtetni a civil szervezetet. Én erről hoztam egy elég nagy anyagot. Ezt a diasort én ki fogom küldeni e-mailben a megadott e-mail címekre a jelenléti ív alapján, úgyhogy nem feltétlen szükséges jegyzetelni. És arra nem emlékszem viszont, hogy elérhetőségeket beleírtam-e a prezentációba, de az e-mail végén mindenképpen ott lesz. De le is diktálom a telefonszámunkat, illetve az e-mail címünket. A telefonszámunk, meg is várom. Az 78-as körzet, 415, 165. No, Kiskörösön van egyébként a mi központi irodánk, de előzetes időpont foglalással bármikor személyesen is fogadjuk a civil szervezetek vezetőit. Az e-mail címünk az pedig civilbacs@gmail.com. Mint mondtam, az előadásom egészen hosszúnak tűnik a prezentációt tekintve, és én nagyon fogom pörgetni, hogy az egy óra hosszás időkeretbe beleférjünk, illetve nyilván a pályázatokról tudjunk minél bővebben beszélni. Viszont van egy jelenleg futó, zajló programsorozatunk, amit az Országos Civil Központ hálózatunk indított el. Én ezt szeretném most így kivetíteni és a figyelmükbe ajánlani, hiszen igaz, hogy a héten már elkezdődött, illetve jelenleg is zajlik az első óra, viszont összesen 12 alkalomból áll ez az előadássorozat. Gyakorlatilag minden héten 4 alkalmat hirdetünk meg minden egyes órából, és bármelyikre be tudnak jelentkezni. Amennyiben kérik, akkor a becsatlakozási linket azt át tudják a kollégáim küldeni önöknek. Ez teljes mértékben egy online képzés, tehát bárki otthonról számítógép segítségével be fog tudni csatlakozni. Gyakorlatilag ugyanazokat a főbb témákat fogja érinteni ez az előadás sorozat is, mint amiről most én is nagyon gyorsan fogok majd beszélni. És tényleg bármelyik, amelyik szimpatikus önöknek, ezt is az előadással, mert ezt a heti beosztást, ezt át fogom küldeni, akkor a megelőző héten jelzik, akkor át tudjuk küldeni a bejelentkezési linket. Azt kell tudni erről az előadássorozatról még, hogy a
mind a négy napon ugyanaz az előadás fog lemenni, és ugyanaz a link lesz jó bejelentkezni mind a négy előadáshoz, amit ugye előzetesen megküldünk, tehát az nem csak mondjuk az időgazdálkodás esetében az október 17-i, hanem a 20-ai előadásnál is ugyanazzal a linkkel fognak tudni bejelentkezni. Jó, ez az, amit szerettem volna mindenképpen megmutatni és picit reklámozni. És akkor el is kezdjük az előadást. Ugye, mint mondtam, hogy én szerettem volna egy picit bővebb tájékoztatást adni a szervezeteknek a mindennapja is, illetve a működési feladatokról. Talán a legnagyobb terhet ugye a mindennapi működtetés és az adminisztrációs feladatok adják a szervezeteknek. Mi ebben a mi irodánk megpróbál úgy segíteni, hogy nagyon sok mintadokumentációt elkészítettünk a kollégáimmal, amit szintén át tudunk adni a szervezetek részére. Ez tulajdonképpen egy sablonként tud funkcionálni, és ezt kitöltve a szervezetek a mindennapjaikban tudják használni. Nem kell a nulláról kitalálni, hogy vajon mit is vár el mondjuk az adott jogszabály. Az alapításról nem szeretnék túl sokat beszélni. Változás bejegyzésről néhány gondolatot, hiszen nem tudom, hogy vannak-e olyanok, akiknek mostanában majd aktuális lesz a törvényszékre változás bejegyzést benyújtani, de hogy ott azért szoktak gyakori hibák lenni, viszont a törvényszék most már egészen gyors, és abban a tekintetben rugalmas, hogy a hiánypótlás keretében nagyon egyértelműen leírja, hogy pontosan mit szükséges pótolnunk, és a szervezeteknek így viszonylag egy picit könnyebb a beadás, de hogyha elakadnának, akkor nyugodtan keressenek bennünket, és akkor mi is tudunk akár a beadásban is, akár a hiánypótlásban is segíteni. Amit fontosnak tartanék, az a létesítőkirat szerinti kötelezettségek, hiszen ott a közgyűlés, az elnökségi ülések megtartásához kapcsolódó dokumentációk elkészítése, azoknak a sablonoknak a bemutatása, a belépési nyilatkozatoknak a megfelelőségéről hoztam fotót. A gazdálkodásról és a számviteli beszámolót azt azért szeretném majd egy picit bővebben elmondani, mert a pályázatoknál elsődlegesen a számviteli beszámolónkat fogják megvizsgálni formai szempontból, és hogyha ott hibát találunk, vagy találnak a bírálók, abban az esetben el fogják utasítani a pályázatot. Ez sok esetben kiküszöbölhető akkor, hogyha az elnök tudja azt, hogy a könyvelő után mit kell leellenőrizni. Nem nagy dolgok, számviteli, pénzügyi végzettség, tudás nélkül is meg tudja tenni bárki, hogyha tudja, hogy mit kell benne nézni. És ezeket azért tartanám fontosnak. A GDPR részt, ugye az adatvédelem adatkezelést, azt pedig lehet, hogy majd szerintem átugrom, azt meg is tudják majd nézni otthon is, illetve a hozzákapcsolódó dokumentációt, ami szintén egy egész nagy iratcsomag, azt, hogyha elkérik, akkor át tudjuk küldeni. Ugye az, hogy az egyesület alapításához mi kell, azt nyilván mindannyian tudjuk, hiszen már rendelkezünk szervezettel. Itt ugye a törvényszéki bejelentésnél az ANKPK 101 V-jelű nyomtatvány kitöltése szükséges, és ehhez kapcsolódó dokumentumokat kell benyújtani. Ami fontos, hogy az egyesületnek a változás bejegyzése az mindig illetékmentes. Az alapítványoknál majd kivetítve is fogjuk látni, az alapítványnál már illetékköteles, hogyha nem közhasznú az alapítványunk. Szövetségről nem gondoltam most beszélni. Az alapítványnál a lényegét ugye elmondtam, hogy az illeték megfizetése az fontos változásbejegyzés esetén. Amennyiben felügyelőbizottságot kötelező tartanunk a civil szervezetnél, vagy felügyelőbizottsággal kell, hogy rendelkezzünk, megvannak azok a kötelező elemek, amely esetben muszáj. Egyéb esetben pedig választható. A civil szervezetek többsége, amennyiben nem kötelezett rá, akkor nem is szokott ezzel élni, hiszen ez csak egy plusz adminisztrációt jelent a számukra. Ugye mindig a kinevezés az a közgyűlésnek a feladata.
az okirat sablonok, amiket használhatunk a változás bejegyzés során, az az Országos Bírósági Hivatal honlapján mind elérhető. Ezeket tényleg nyugodtan használhatják önök is, és amennyiben, hogyha idejük engedi, leginkább ugye az idő szokott befolyásoló tényező lenni, akkor ügyvéd segítsége nélkül akár önök is be tudják egyébként adni ezt a változás bejegyzési kérelmet, tehát itt tud egy picit spórolni a civil szervezet. És ugye az általános nyilvántartó keretprogramon keresztül tudják benyújtani ez az ANK program, amit elsődlegesen a könyvelők szoktak használni, hiszen a NAV felé ezen a programon keresztül nyújtjuk be a nyomtatványokat. Nagyon fontos, hogy az a meghatalmazást, amit például a könyvelő használ a számviteli beszámoló benyújtása során, ugyanaz nem elfogadott egy változásbejegyzési kérelem benyújtásakor, hanem az okirat sablonoknál fognak találni erre vonatkozó önálló meghatalmazást, és azt kell benyújtani. A civil szférának a fenntartó hatóságai, az egyrészt a miniszterelnökség, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárság, ő az, aki elsődlegesen kiírja a számunkra legnagyobb pályázatot, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait. Ugye ez a pályázat szolgál arra, hogy a civil szervezetek működési és szakmai programjaitra tudjon forrást igényelni. Mindig a székhely szerinti törvényszék az, aki eljár a nyilvántartási ügyeinkben. Ugye az ügyészségnek van egy törvényességi felügyeleti feladata, ő az, aki akár szúrópróbaszerűen is küldhet levelet a civil szervezetünknek, hogy egy ellenőrzést kíván lefolytatni. Ugye nálunk a kiskörösi ügyészség az, aki bekérheti a dokumentumokat. Az a tapasztalat az ügyészség dolgozóival, hogy rendkívül rugalmasak és tényleg nagyon emberségesek, főleg ugye civil szervezetekkel, tehát egy-egy ellenőrzés során is, amennyiben, hogyha nem érzik azt, hogy minden dokumentum a helyén van, akkor szoktak adni egy ilyen plusz időpontot, amikor lehet pótolni azokat a dokumentumokat, amik esetlegesen hiányoznak. Ami itt nagyon fontos, hogy van egy magyarországi vállalkozás, aki rendszeresen felhívja a civil szervezeteket, a számviteli beszámolót ő leellenőrzi, mert hogy megbüntetheti a civil szervezetet, hogyha nem jó. És ő mindig talál valami olyan dolgot a számviteli beszámolóval kapcsolatban, hogy az Országos Bírósági Hivatal honlapjáról bárki letölthető, amivel picit meg tudja ijeszteni a szervezetek vezetőit. Na, ez az, aminek ne dőljenek be, mert a törvényszékre, illetve az Országos Bírósági Hivatalra hivatkozik. Egyik szerv sem jogosult arra, hogy a számviteli beszámolót bármilyen szinten is ellenőrizze. Ők csak befogadják, ők meg sem nézik, nem is foglalkoznak vele. Aki foglalkozna vele, az a Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetve az ügyészség. Azonban, hogyha könyvelővel dolgoznak, akkor azért nagy esély van rá, hogy azért komoly hiba nem nagyon van ebben a számviteli beszámolóban. Egy-egy elírás az lehetséges, de akkor sem büntetnek érte. Jó, tehát, hogy ennek a cégnek egyáltalán ne tessék bedőlni, mert tényleg súlyos összegeket is képesek a civilektől lehúzni, és teljesen jogtalanul. A negyedik pontunk, az pedig az állami számvevőszék, ezt pedig azért hoztam fel, mert az idei évtől kezdődően az állami számvevőszék is ellenőrzéseket folytathat a civil szervezeteknél, kiváltképp azok, akik központi költségvetésből valamilyen forrást igényelnek. Ez az ellenőrzés, ez viszonylag egy egészen egyszerű folyamat, majd a dián fogjuk is látni, hogy melyek azok a dokumentumok, amiket bekér az állami számvevőszék. Ezeket egyébként kötelező is alapítás után azonnal elkészíteni és frissen tartani az adott jogszabályoknak, a szervezeteknek. Sokaknál ez nem feltétlen van meg, csak most készültek el ezek a dokumentumok, amikor az állami számvevőszék bekérte, de hogyha ennél is van szükség segítségre, vagy akinek még nincsen kész, és megelőzni az állami számvevőszék levelét,
elkészíteni most, akkor jelezzék, és akkor ezekre is tudunk teljes körű mintadokumentum csomagot biztosítani. Ugye, mik azok az adminisztrációs kötelezettségek, amiknek mindenképpen ugye meg kell lenni? Nyilván ugye a létesítő okirat. A létesítő okiratunk tartalmaz minden olyan kötelezettséget, amit nekünk biztosítanunk szükséges. Hoztam is linkeket. Közgyűlés megtartásának a módja. Ezt azért is hoztam, mert hogyha ügyészségi ellenőrzés van, akkor ezeket a pontokon fog az ügyészség végigmenni, hogy ezek valóban sorrendben így valósultak-e meg. Tehát ugye a közgyűlést először egy meghívó kiküldés veszi kezdetét, majd ugye a közgyűlésen egy jelenlétívet vezetünk, jegyzőkönyv készül, határozatokat hozunk, a határozatokat átvezetjük az úgynevezett határozatok könyvébe, amelyet megőrzünk. Az elnökségi ülések során ugyanezt a lépéssorozatot kell betartanunk, ezeket vizsgálhatja az ügyészség. Az elnökség hatáskörébe tartozik ugye a tagnyilvántartás, ez esetlegesen a létesítő okirat módosíthatja, hogy a közgyűlés dönt arról, hogy ki az, aki belép, de általában az elnökség szokta meghatározni. Fontos, hogy ugye a tagnyilvántartás dokumentum csomagunkba ezeket az adatokat vigyük fel, ezeknek szükséges meglennünk. Belépési nyilatkozatra hoztam egy ilyen mintát, de ez tényleg csak egy minta, bármit használhatnak. A jegyzőkönyvnél, hogy mi az, amit a jegyzőkönyvben mindenképpen be kell írni, én ezzel most nem untatnék senkit, úgyis megkapják a diasort és el fogják tudni olvasni. Alapítványok esetében kuratóriumülésnél szintén ugyanúgy járunk el, mint az egyesületeknél a közgyűlés esetén, illetve hogyha felügyelőbizottsággal rendelkezik a szervezetünk, akkor szintén ugyanezeket a lépéseket kell megtennünk. A határozatok könyvének az a célja, hogy a közgyűlésen, elnökségi üléseken meghozott határozatokat azt egy dokumentumban azonnal bármikor meg tudjuk tekinteni, vissza tudjuk keresni pontosan, mikor történtek az adott döntések. Erre is hoztam egy befotózott mintát, hogy egy közgyűlési határozatok könyve, az nyugodtan lehet egy ilyen üres Excel táblázat kinyomtatva, és tollal ugye beírkáljuk, hogy mi a határozatszámunk, mikor volt a döntés, mi a határozatunknak a szövege, hány szavazat volt mellette, ellene tartózkodás, és mikortól hatályos az az adott döntés. Tehát nem egy bonyolult, nyilván egy plusz dokumentum, amit el kell végeznünk. Az iratok tárolásáról ugye a jogszabályi időtartam az fel van írva, azokat most nem sorolom végig, mert ugye mindegyik dokumentumnak szinte más-más az elévülési ideje. Viszont ugye az fontos, hogy alapesetben a székhelyen kötelező biztosítani a tárolását valamennyi dokumentumunknak. Iktatás, amennyiben nagyon precíz egy szervezet, akkor ugye erre is figyelmet fordít, de nyilván ez nem egy előírás. Cégkapu, az feltételezem már mindannyiójuknak van, az 2019. január 1-től kötelező a civil szervezetek esetében. Gyakorlatilag a szervezet képviselőjének az ügyfélkapuján keresztül kell megnyitni ezt a cégkaput, illetve onnan is fogják tudni elérni. Minden hivatal ezen keresztül fog a későbbiek során velünk kommunikálni. Ugye a bankszámlaszámot kötelező vezetnünk, és akkor a gazdálkodás. A gazdálkodásunknak itt a legalsó részén, itt a kötelező segédleteknél, ezek azok a dokumentumok, amit az állami számvevőszék bekért tőlünk egy ellenőrzés során, az a számviteli politika, értékelési szabályzat, leltározási szabályzat és pénzkezelési szabályzat. Ezeket, most én ezeket át is ugrom, mert hogy ezek talán egyértelműek, de ugye a számviteli politika is, illetve a különböző szabályzatok pontosan mit is kell, hogy tartalmazzanak, mire kell figyelni, ezeket itt mind-mind felsorolva meg fogják találni. Ezeket nem olvasnám most fel.
És akkor itt pedig a könyvvezetés, a könyvvitel, illetve a számviteli beszámolóknak a szabályai találhatóak. Nagyon fontos, hogy amit meg kell nézni, most azt nézem, hogy van-e arról minta, de abból talán, abból nem fotóztam ki. Ami fontos, hogy amit nézzenek át a könyvelő után, mert a pályázatoknál gyakori hiba szokott lenni, az az, hogy egyrészt 1000 forintba adja meg a könyvelő a számviteli beszámoló kitöltése során a számviteli vagy a pénzügyi adatokat. Ez nagyon fontos. Volt már, akinek ez miatt utasították el a pályázatát, hiszen akkor egy jóval magasabb bevételi összeggel is rendelkezhet a szervezet, hogyha nem 1000 forintban adja meg a könyvelő. Ez az egyik hiba. A másik az, hogy a mérleg az nincs kitöltve. Ezt egyszerűen tudják ellenőrizni. Ránéznek, van benne az egyes négyzetekben szám, vagy nincs. Tehát nem kell önöknek elkezdeni számolgatni, és akkor úgy ellenőrizni a könyvelőt. Tehát ennyire egyszerű dolgokat kell csak megnéznünk, mert ezek tényleg formai hibás pályázatokhoz vezettek az elmúlt évek során. Jó, tehát ezek a legfontosabb információk, illetve ebben most lehet, hogy puskázom, hogy pontosan igen, az eredmény kimutatás résznél az eszközök és a források összege, azt nézzék meg, hogy az ugyanaz az összeg legyen beírva. Jó? Mert az a másik, ami formai hibát szokott okozni, ez a három gyakori hiba szokott lenni számviteli beszámolók esetében a pályázatoknál. A közhasznúsági jelentés az minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy közhasznú jogállású-e a szervezet, avagy sem. Nem tudom, hányan vannak azok, akik közhasznúak, közhasznú jogállással rendelkeznek? Jó, van olyan, aki tervezi? Jó, hát akkor nem feltétlen mondanék el mindent. A közhasznúságról úgyis azt meg tudják nézni. És akkor ugye a GDPR az a következő nagy blokkunk, ami ugye az Európai Uniós jogszabály miatt kötelező nekünk is vezetnünk. Itt nagyon fontos, hogy az a lényeg, hogy valamit vezessünk. A Nemzeti Adatkezelés és Információs Hatóság, aki ennek a felügyeleti szerve, az azt a tájékoztatást adta, hogy nekik egyáltalán nem céljuk a civil szervezeteket ellenőrizni, abban az esetben fognak civil szervezetet ellenőrizni, hogyha valami jó akarunk bejelentést tesz a hatóságnál, és akkor kötelező az eljárást megindítaniuk. Viszont ők azt fogják nézni, hogy amennyiben az adott civil szervezet igyekezett a jogszabálynak megfelelni, még akkor sem, hogyha nem teljes körű az adott megfelelés, abban az esetben nem fogják biztosan megbüntetni, le fogják neki írni, hogy mi az, amit pótoljam, melyek azok a dokumentumok. A fogalmakat én ezt el sem mondanám, alapelvek azok azt gondolom egyértelműek. A hozzájárulásnál annyit mondanék el, amit bizonyára önök is tudnak, hogy a hozzájárulás az egy olyan jogelv, ami bármikor visszavonható a másik fél részéről. Vannak olyan esetek, amikor nyilván nekünk is ez hasznos és jó, viszont van, amikor nem feltétlen. Amit én javaslok, hogy vannak azok a, mondjuk egy pályázat esetében, hogyha jelenléti ívet vezetünk, és mondjuk az adott pályázat megköveteli azt, hogy ne csak egy név és aláírás szerepeljen, hanem bizonyos úgynevezett szenzitív adatokat is elkérjünk, akár elérhetőség, akár bármilyen olyan információ, amit alapesetben nem kérhetnénk el, vagy kérnénk el az adott rendezvény résztvevőjétől mondjuk,
abban az esetben, ugye akkor a jogalapunk az mindig ugye a pályázati kiírás, a pályázati jogszabály az legyen, hiszen akkor gyakorlatilag le leszünk védve mi, mint civil szervezet, hogy az adatot átadó, az visszavonja ezt az adott hozzájárulást, és így biztosan nem lesz problémánk. Ezeket a feladatokat, ezeket én végig is pörgetném. Adatvédelmi incidenst reméljük senkinek nem lesz. Amennyiben önök vettek észre egy hibát, amit elkövettek, akkor egy ilyen nyilvántartóba egyszerűen fel kell vezetni. Jó. És akkor a működési részt azt mondtam, hogy igyekszem nagyon gyorsan végigpörgetni, nem meg fogják kapni a prezentációt, és akkor a pályázatokról. Amint már említettem, a Nemzeti Együttműködési Alappályázatai, azok a legfőbb olyan pályázatok, ami hazánkban minden civil szervezet számára elérhető. Amit már biztosan tudunk ezekről a pályázatokról, hogy a következő pályázási időszakra a pályázati felhívások október 3-án fognak megjelenni. Innentől számítva 30 napunk áll rendelkezésre benyújtani ezeket a pályázatokat. A pályázatoknál el kell döntenünk, hogy melyik írásra fogunk támogatási kérelmet benyújtani. Van egy úgynevezett egyszerűsített pályázat. Ez az egyszerűsített pályázat, ez egy formai bírálaton fog átesni. Amennyiben formailag hibátlan a pályázatunk, és a pályázási időszak elején nyújtottuk be, akkor nektek szinte teljesen biztos, hogy meg is fogjuk kapni az igényelt támogatási összeget. Ez a támogatási összeg, ez egy viszonylag alacsony összeg, hiszen ez maximum 350 ezer forint lehet. De a szervezet akkor ezzel fog tudni majd számolni, illetve a továbbiakban gazdálkodni. A másik pályázati kiírás, az pedig az úgynevezett összevont pályázati kiírás. Ebben a pályázati konstrukcióban van lehetőség a szervezeteknek működési és szakmai programok megvalósítására is forrást igényelni. Így gyakorlatilag minden olyan költséget be fognak tudni építeni a szervezetek, ami a működésükhöz, illetve a cél szerinti tevékenységük megvalósításához szorosan kapcsolódik. Ennél a pályázat esetében kollégiumonként változik a megpályázható összeg. Általánosságban elmondható, hogy 3 és 4,5 millió forint közötti összeg a maximálisan igényelhető összeg. Ebben a konstrukcióban van arra lehetőség is, hogy akár határon túli pályázóval is közösen nyújtsanak be támogatási kérelmet. Ebben az esetben nem kell azt eldönteni a szervezetnek, hogy most önállóan pályázzak, avagy határon túli pályázóval, mert ebben az esetben mind a kettőre van lehetőség, tehát az a hazai szervezet, az tulajdonképpen két pályázatot is benyújthat. A pályázatok kitöltésével kapcsolatosan azért nem hoztam prezentációt, hiszen még az új felületet nem látjuk. Elég nagy a valószínűsége, hogy meg fog egyezni az elmúlt évek pályázati felületével, de ebben még én magam sem lehetek biztos, hiszen szeptember 21-én fog jönni a miniszterelnökség civil főosztálya egy tájékoztató előadást tartani a pályázatok teljes körű kiírásáról. Ezen az alkalmon fogják számunkra is bemutatni a dolgozók, hogy hogyan fog kinézni a kiírás, milyen egyéb új információkat fognak meghatározni. És ez után fogunk tartani mi is járásonként egy-egy tájékoztató előadást. Amennyiben, hogyha van lehetőségük, akkor erre az előadásra is nyilván szeretettel várjuk Önöket. Ez majd szeptember 21-én 9 órakor lesz Kecskeméten, megyei önkormányzatnak a földszinti nagytermében. Tehát oda is, hogyha tényleg lehetőségük van, akkor szeretettel várjuk. Egyébként pedig majd 27-én 5 órakor lesz Kiskörösön egy tájékoztatónk, az már teljesen biztos, de hogyha van igény, akkor nyilván jövünk külön Kecerre is.
és akkor itt végig fogjuk tudni akár a teljes pályázati űrlapot is nézni. Én ezekről a pályázatokról nem is feltétlen mondanék sokkal többet. Amit felkészülésként előzetesen meg tudnak tenni, az az, hogy ugye végig gondolják, hogy pontosan melyek azok a költségek, mi az, amire szeretnének pályázni, hogy már picit felkészültebben tudják várni a pályázati kiírást. Majd a megvalósítási időszak az 2023. április 1 és 2024. március 31 között lesz, tehát ebben az egy évben fogják tudni a megnyert összeget felhasználni. Ez egy nagyon fontos információ, mind a két pályázati konstrukció esetében, tehát az egyszerűsített és az összevont pályázat esetében is. Nekem egy olyan kérdésem lenne még, hogy kik azok, akik nemzetközi pályázatokban már részt vettek, vagy terveznek, vagy már gondolkodtak azon, hogy részt vennének akár egy nagyobb pályázati konstrukcióban is. Senki? Gondolom elsődlegesen az idegen nyelvűség az az, ami legtöbb embert, szervezetet visszatart, ami valóban egy visegrádi alapos, vagy egy közvetlen brüsszeli forrás esetében ez tényleg így is van, illetve most már ugye az Erasmus Plusnak is van olyan forrása, amit civil szervezet is támogathat. Ezeket tényleg angol nyelven is szükséges benyújtani, illetve nyilván a partner szervezetekkel való kommunikáció miatt szükséges egy idegen nyelvtudás. Azonban szeptember végére várható az IPÁS pályázatok, ez a Magyarország-Szerbia határon átívelő kapcsolatok erősítését szolgáló pályázat. Ebben viszont csak egy összefoglaló kis 1000 karakteres részt kell angolul kitölteni. A többi része az előzetes tájékoztatás alapján az készülhet magyar nyelven, és ugye itt a vajdasági civil szervezetekre gondolva lehet ugye magyar nyelven is megvalósítani, akár közös programot is. Úgyhogy én ezeket jó szívvel tudom önöknek ajánlani, illetve ugye egyes minisztériumok ugye a saját ágazatuknak megfelelő civil szervezetek részére minden évben írnak ki további pályázatokat, illetve egyéb magánszektorban működő nagyobb vállalkozások, nagyobb alapítványok, nagyobb civil szervezetek, akik komolyabb forrásokkal rendelkeznek, azok is minden évben hirdetnek meg pályázati lehetőséget a helyben működő kisebb szervezetek részére. Én azt tudom önöknek javasolni, hogy további források bevonása véget érdemes a hírleveleinkre feliratkozni. Mi igyekszünk egyébként nem visszaélni az önök bizalmával, és havonta egy hírlevelet küldünk, és ebben minden új pályázati lehetőséget is minden alkalommal feltüntetünk. És bármely pályázatban, hogyha segítségre van szükségük, akkor nyugodtan keressenek minket, kollégáimat is, és igyekszünk önöknek mindenféle tájékoztatást megadni, valamint hogyha valamelyik hatósággal nem találják meg a közös hangot, vagy nem érkezik válasz egy-egy e-mailre, egy-egy kérdésre, vagy most éppen folyamatban van, hogy van egy pályázat, aminek a módosítási kérelmére most már 3 hónapja nem jött válasz, akkor rajtunk keresztül igyekszünk elérni a hatóságnál, hogy foglalkozzanak annak a pályázatnak a lezárásához szükséges folyamatával. Úgyhogy én ezeket tartottam volna a legfontosabbaknak, amit elmondanék önöknek. És tényleg, hogyha bármiben tudunk segíteni, vagy bárkinek bármi kérdése lenne, vagy problémája, akkor forduljanak hozzánk bizalommal, hiszen mi tényleg nem egy hatóságként kívánunk a szervezetek felé lenni, hanem mi is ugyanúgy egyesületi formában működünk, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy melyik azok a mindennapi problémák, amikkel önök is találkoznak. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, így picit pörgetve
de el tudtam ezeket az információkat önöknek mondani, és további szép estét kívánok, ha nincsen kérdés. Csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy ha jól értem, akkor ti úgy tudtok segíteni, hogy nem mint pályázat író, hanem csak szakmai tanácsot tudtok adni a civil szervezeteknek, tehát nem pályázatírói tevékenységet folytattok, ugye? Igen, tehát a civil központos munkánk során a tanácsadásig tudunk díjmentesen fellépni a szervezetek felé, de ez vonatkozik a pénzügyi, a jogi, pályázati, egyéb forrásteremtési, vagy önkéntességgel kapcsolatos tanácsadásokra is, de nyilván megvannak azok a partnerek, akikkel mi együtt dolgozunk, akik tudnak segíteni akár pályázatírásban is, vagy könyvelésben, mert most például azt szaporodott meg, nagyon sokan keresnek meg, hogy könyvelőt ajánljunk számukra. Jó, tehát akkor van lehetőség, hogyha itt Kecerről valakinek nincsen valamelyik civil szervezetnek konkrétan pályázatírója, akkor ebben is tudtok segíteni. Igen, jó. Főként ugye azért, mert a pályázatírónak ugye gyakorlatilag két ága van, aki azonnal ugye nagy pénzt szeretne elkérni a szervezetektől már a megírásért is, illetve van ugye azok a pályázatírók, akik kizárólag sikerdíjasan írnak pályázatot, tehát csak abban az esetben fog pályázati díjat kérni a szervezettől a pályázat megírásáért, hogyha nyer a pályázat, és általában a pályázatba be is tudják építeni. Valakinek esetleg van konkrét kérdése, akár pályázattal kapcsolatban, vagy elképzeléssel kapcsolatban, amit itt megvitathatunk. De lehet külön is. Ha nincs, akkor tényleg nagyon szépen köszönöm, és akkor tényleg további szép estét kívánok, és majd sikeres pályázást, amennyiben pályázatot kívánnak benyújtani.